Menj előre, Roni! Menj előre onnan! Mi van? Menjetek oda, Patrikom, előre! Nézd a hárban! Kedves vendégeink, nagy tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt a község salakos pályájának ünnepélyes átadó ünnepségén. Külön köszöntöm Ország József urat, a település polgármesterét, Nagy László urat, a jegyző urat, Szántó Lászlót, a Bentonit bánya vezetőjét, üzemvezetőjét, Bocsi Attilánét, asszony iskola igazgató helyettesét, és minden kedves jelenlévőt. Én most felkérném polgármester urat, hogy egy rövid köszöntőben adja át a pályát. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, a megjelenteket ebbe a borongós esős időbe. Egy település életébe egy ilyen pályának a átadása, ami sportolási lehetőséget biztosít a fiatalabb generációnak, nem csak a fiatalabbaknak, idősebbeknek is, ha igényt tartanak rá. Ennek a megépítése úgy kell, hogy mondjam, mint szokták mondani, hogy valakinek a jelenléte nélkül nem valósult volna meg. Itt megköszönöm most Szántó Lászlónak, a megyei, vagyis a helyi Bentonit Kft-nek vezetői, üzemvezetőjének ezt a áldozatkész, segítőkész munkáját, hogy ez a pálya ilyen állapotban meg tudott valósulni, mert őnek itt ebbe az üzemének oroszlán része van. A későbbiek folyamán ez a pálya kettős hasznosítású lesz, röplabda pályaként indult, de a végén egy teniszpálya nagyságot is kiadott, és így beszélünk a kettős hasznosításról. Én kívánom a fiatalabbaknak, a fiataloknak, a gyerekeknek, hogy sokat használják ezt a pályát, többet, mint a videót vagy a számítógépet, és akkor fizikálisan is erősebbé fogok, erősebbek lesznek. Hát, mit kérném akkor, hogy vágjuk át a szalagot. Megtörtént a pálya felavatás, és sajnos az idő nem nagyon kedvező. Úgy gondolom, hogy a röplabda meccs elmarad, de majd, ha az idő jobbra fordul, akkor a gyerekek ezt használni fogják. Köszönöm, ezzel átadom rendeltetőt. Be lehet menni, megyünk. Köszönöm szépen. Majd fogok is házat, én is. Menjetek. Cipőbe, ha... Köszönöm, hogy megtaláltad.
Idáig is volt az igaz, de most még még bővül. Ha megvissza a másik tartó, akkor lehet teniszpálat. Majd egyszer időnk lesz, akkor meg kipróbáljuk. Jó. Milyen a teniszpálat? Valamennyien. De eljövünk és kipróbáljuk. A teretlabda rossz játó. Valamikor itt a községben is hagyománya volt a teretlabdát. Nem volt olyan nyári Spartakiada, hogy első három helyezettel röplabdával nyerettünk volna. És hát ez egy idő után. Ugye a pálya jöttek, elmaradt a zenekulatszók. Meg ami lényeg, nem volt olyan, hogy összefogja, hogy igenis röplabdát nem is. Inkább itt a labdarúgása, futballista, mérvadó. Hát főleg vonzotta jobban. Főleg a fiúk focizmus, a lányok meg akkor röplabdázni. Megosztott a testvérem is. Igen. Azt csinálták, amit.